kívánok, hogy csak ebben a baráti félhomályban. Az alkotások értékei kiállítás sorozatnak egy újabb állomásához értünk itt a Puskin Művelődési Házban. Az alkotások értékei kiállítás sorozat kölcsönadott kezek, mai állomása kölcsönadott kezek címet viseli, és a Pilis Csabai ikonfestő műhelyet, mert Jénis vezet alkotásait láthatják itt és láthatjuk itt. Megegyék meg, hogy elsősorban köszönöm itt Jenőt, Dénes Jenőt, és köszönjük szépen, hogy megtisztelt bennünket, és megtiszteltek bennünket, hogy a képeket, az alkotásokat elhozták. Nagyon örülök, hogy itt van velünk a polgármester úr, Bereznai Csaba, külön köszöntöm őt is. És Ablonci Katalin, Ablonci Dánielné, aki a védnök a kiállítás sorozatnak, ő is itt van velünk, mert nélkül nem lett volna, mert volna létre annak idején az a kiállítás sorozat, úgyhogy fontos őt is megemlíteni. És nagyon örülök, hogy egy ilyen tartalmú kiállítás hozott össze bennünket, mert reggel, amikor beléptem, mert amikor berendezték a kiállítást, amikor beléptem, akkor elámultam elsősorban, és az jutott az eszembe, hogy ez a nemzet évszázadokon keresztül védte Európát és a kereszténységet, aztán védte magát a nemzetet, néhány ember vagy maga a nemzet, a szabad így mondanom, a internacionalizmus ellen, és most ebben az Európában, az újult Európában talán megint a kereszténység és a nemzeti tudat az, ami összekapcsolt itt bennünket. És azt gondolom, hogy jó tudni ezt, és jó ezt továbbadni, és kispiccelni itt a tatabányán, hogy minél többen részesüljenek majd ebből az érzésből. Most engedjék meg, hogy átadjam a szót Harlad Tamásnak, aki méltatja majd itt a kiállítást, és megnyitja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Profán világunkban, mely már-már az üllött, hanyatló, széteső ókori római birodalom hullaszagát árasztja, üdítő érzés és nagy megtiszteltetés egy ikonkiállítás megnyitása. Ma, amikor a fogyasztói társadalom vad orgiák közepette végnapjait éli, akinek nincs pénze, vagyona az teher, nyűk, felesleg, itt az ideje az egyénnek és a társadalomnak megállni a nagy rohanásban, elgondolkodni a létezésen, miért is vagyunk a világon. Ma, amikor minden és mindenki igyekszik befurakodni Isten és ember közé, ma, amikor egyre kevesebb szakrális élmény, hely és pillanat marad, örömteli, hogy itt állhatunk egy képek között. Az ikonfestészet talán a képzőművészetnek az az ága, mely a legközelebb hozza Istent az emberhez. Egyszerűségével, sallangok és cicomák nélküli világával, tiszta vonalaival, színeivel hirdeti Isten dicsőségét. Az ikonok a keleti egyházak teológiájában, valamint spiritualitásában rendkívüli szerepet játszanak. Céljuk az Isten és szentjei tiszteletének tudatosítása, valamint az ábrázolt személy és a szentkép előtt imádkozó ember közötti kapcsolatteremtés. Természetesen ez a meghatározás jóval tágabban, bővebben is értelmezhető, nem szűkíthető le. Valamely szinten a képek még az Istenben nem hívőket is megérinthetik. És ez az érintés bárki életét, világlátását megváltoztathatja. Ez a lehetőség minden egyes alkotásban benne van. A festők képeiket kihozták a szakrális térből ide, kezet nyújtva, lehetőséget adva minden látogatónak e kapcsolat létrejöttéhez, megerősítéséhez. A művészek anonimitása emeli a művészeti és szakrális élményt, hiszen nem saját, hanem az Isten dicsőségére ragadtak ecsetet. A néző és az alkotás között ezáltal nem áll az alkotó, alkotók személye, szokatlanul tiszta kapcsolat alakulhat ki a kép és a szemlélő között. A műhely saját magáról így fogalmaz. E gondolatok nevében imádságos lelkülettel vezérelt, Istennek kölcsönadott kezek láttak munkához. Gyönyörű megfogalmazása ez az elhivatottságnak, Isten szolgálatának. És e kezek bizony jó munkát végeztek. Mertek alkotni, mertek a múltba visszanyúlni, értően és érzően. A tudást és a bátorságot tükrözi a szak és beavatottságuk. A képek a 6. századi bizánci fatáblás ábrázolásoktól kezdve az egész európai kereszténység, keresztény képzőművészet újrafogalmazását jelenítik meg, mint egy eszenciáját adva az egyházi festészetnek. Mindezek nagyon fontos érdemei a művészetnek.
Ne feledkezzünk meg a tárlat helyszínét biztosító intézményről sem. Meg kell köszönnünk a Puskin Művelődési Ház vezetésének, hogy felkarolta ezt a mai világban szokatlan kiállítást, fontosnak érezte, hogy az itt élő emberek is találkozhassanak ezekkel a kitűnő, önmagukon túlmutató művekkel. Tisztelt jelenlévők! Kérem, szeretettel tekintsenek végig a képeken, fogadják be üzenetüket, és közben néhány pillanatra gondolkozzanak el Isten és az ember közötti örök kapcsolaton.